Sándor kispejló bát nyergőli. 13 lovas zsandár keresi. Rózsa Sándor nem vötte ezt tréfára, kivártatott a szögedi pusztába. Rózsa Sándor nem vötte ezt tréfára, kivártatott a szögedi pusztába. Rózsa Sándor nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. És köszönöm szépen a szervezőknek a megtisztelő felkérést, hogy itt már sokadik alkalommal tisztségem lehet ez, hogy itt a jelenlévőkkel megosztjuk a mai napot, illetve közösen emlékezzünk Betyár királyunkra, Rózsa Sándor születésnapjára, és a mai nap az egy születésnap, nem egy falunap, hanem egy születésnap, hogy ezt többen tudjátok. És ezt örömmel fogadjuk, hogy azért mindig szép számmal kijövünk, és ez egy méltó megemlékezés, én úgy gondolom, a mai napon. A mai nap picit másabb, mint a többi. A polgármester azt mondja, hogy itt már beszéltünk és tartogatunk még meglepetést a délután folyamán, több ilyen bejelentés kapcsán, illetve itt a fánál is lesz olyan dolog, ami nem a megszokott, de hála jó Istennek, ez most úgy néz ki, hogy egy ilyen újjászületési dátum a mai, úgyhogy ezt jegyezzük fel szerintem mindannyian társadalmon. És nem is szeretném tovább húzni a szót. Én kívánok mindenkinek tiszteletteljes megemlékezést, és itt a megemlékezés kezdetén szeretném Király Imre bácsit felkérni, fújjon egy toborzó tárogatot. Nagyon szépen köszönjük, azt hiszem, hogy tudjátok kezdeni. Köszönjük szépen Mindalátunak. És ezennel szeretném felkérni Papp Renáta, polgármester asszony, másodott a polgármester asszonyát, mondja el köszöntő beszédét. Köszönöm szépen a szót. Én is nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma ezen a gyönyörű napon Ásotthalmon.
Külön öröm számomra, hogy immáron 11. éve lehetünk itt együtt, önökkel, veletek, és azt gondolom, hogy ha megengeditek, akkor tegeződhetünk, hiszen nem más, mint a barátság és a közösség tudat köt össze minket ezen a napon. És büszke vagyok arra, hogy Ásotthalmon a 11 évvel ezelőtt megalapított örökséget immár polgármesterként vihetem tovább, és engedjétek meg, hogy köszöntéssel és hálával kezdjem a mai beszédemet, hiszen azt gondolom, hogy minden változásban az a legfontosabb, hogyha a változás minket előre visz. És az, hogy itt vagyunk ma ennyien, az engem arról biztosít, hogy ez a változás, ez azért jó irányban haladt, és nem, hogy kevesebben, de többen lettünk az elmúlt 11 évben. Hiszen ma is legalább 40 lóhártas, ugyanennyi lovaskocsis tart ma velünk a hagyományőrző felvonuláson. Legalább 40 hagyományőrző barátunk van itt jelen körülöttem, és bízom benne, hogy még többen leszünk majd a következő években. Délelőtt 20 csapat főzött a Rózsa Sándor Fesztivál bögyös kakaspörkölt főző versenyén. És hát végül, de nem utolsó sorban a fesztiválunk az egyetlen olyan fesztivál itt a délvidéken, amely a határ túloldalára is átnyúlik. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy holnap Hajdú járáson folytatódik ez a mai esemény, és talán ennek az előnyitányaként érkezett hozzánk a délvidékről 30 kerékpáros barátunk, akik itt vagytok most a nézőközönség köreiben. Jár a taps, hiszen egészen magyar Kanizsától tekertek a rendkerő hőségben hozzánk ezek a lelkes barátaink, és bízunk benne, hogy holnap viszonozzuk egy-néhány kerékpárossal, hiszen az ásotthalmiak is készülnek Hajdú járásra, a Ludasító partjára. Hagyomány, élmény, Ásotthalom, és szeretnénk, hogy ez egészen a határon átnyúlva folytatódjon holnap. 11. éve vagyunk itt Rózsa Sándor szürke nyárpályának tövében, aki több száz éve magasodik itt az ásotthalmi határban, és hirdeti nekünk az élni akarásával Rózsa Sándor örökét. És ahogy itt Dezső barátom is elmondta, a mai nap igazából nem fesztivál, nem falunap, hanem egy születésnap, és egy tanúságtétel arról a hagyományőrzésről, arról az összefogásról és mindarról, amit itt ti velünk együtt képviseltek. A magyarság tudatunknak egy nagyon fontos letéteménye, úgy gondolom, az ásotthalmi rendezvény, és azt szeretném, hogyha ez a letétemény, ez minden évben megerősítést kapna itt Rózsa Sándor pályának a bűvösében. Éppen ezért minden esztendőben pálinkával áldjuk és szenteljük meg a fát. Ez így lesz a mai nap is. Úgyhogy aki úgy gondolja, öntse majd meg a fatövét, aki szívesebben kocintana a fa és a saját maga egészségére, hát tegyen úgy. Mi biztos, hogy egy-néhányan megöntjük a fatövét, hogy jövő évre is garantáljuk, hogy itt magasodjon még Ásotthalom határában. És hát ez a fa az, ami hirdeti. Ásotthalom egyébként országosan híres turisztikai törekvéseit is, hogy Rózsa Sándor örökéhez kapcsolódva a mai rendezvénynek helyet adó bűvár élmény birtokon számos hagyományéltető programmal és kiállításokkal büszkelkedjen Ásotthalom. És hát természetesen ez a folyamat akkor igazán értékes, hogyha most körünkben lehet az, aki elindította és alapította ezt a rendezvényt. És én büszke vagyok rá, hogy a politika bárhova is sodolta, Ásotthalomra mindig visszatér, úgyhogy kérem fogadják nagy tisztelettel Torockai László országgyűlési képviselő urat, és kérlek tartani a tudatkérdőt. Sok szeretettel köszöntöm én is önöket, köszöntelek benneteket, és jó szokásunkhoz híven meg is kaptam már az első kritikát, jogos kritikát, hogy miért nem vagyok végre már rendes viseletben, majd tényleg most már jövőre, jó? Most már jövőre én is rendesen, legalább minimum valami rendes csikósra költözök. Igazatok van. Szóval nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, viszont azt a szellemiséget, azt viszont nem csak a hagyományos viseletünk, hanem elsősorban a lelkünk, a szellemiségünk, a tudatunk tudja közvetíteni, amit Rózsa Sándorék, azok a betyárok, akikre ilyenkor emlékezünk, akik őseink is voltak, azok a betyárok, akik között sok csikós legény volt, azok a betyárok, akik nemzeti hősökké váltak 1848-49-ben a szabadságharc alatt,
és elsősorban amit ők közvetítenek felénk, az a szabadság szeretet. És azon gondolkodtam az előbb, miközben hallgatta a polgármester asszony gyönyörű szép mondatait, hogy mennyi minden változott azóta, amióta Rózsa Sándorék itt jártak, illetve hát itt laktak ezen a mi vidékünkön. Miközben még mindig itt van ez a fa, amely látta Rózsa Sándort, és lát minket minden esztendővel, ugye most már 11. éve vagyunk itt mindannyian, kitartóan veletek. És tulajdonképpen ez a fa, ez mennyire rácsodálkozik arra a világra, amit 2023-ban láthat, hogy mennyit változott azóta a világ, 1848 óta. És nem csak arra gondolok, hogy itt most ezen az úton nem tudna olyan lazán csak úgy végig nyargalni Rózsa Sándor a lován, mint annak idején akár a perzekútorok vagy a pandúrok elől szaladva, mert ugye nem csak a vármegye határba, hanem most már ott egy állam határba, ahol volt a vármegye határ ütközne, hiszen a fekete csárda irányába lehetett erre menni, viszont hát a Bach rendszer az lerombolta azt a csárdát, ami a betyárok törzseje volt ott hajdújárás mellett, és ezért is nagyon-nagyon jó és csodálatos, hogy a hajdújárásiakkal, királyhalmiakkal, szabadkaiakkal közösen tudunk emlékezni a szabadság szeretetre. De hát nem csak erre gondoltam az előbb, hanem arra is, hogy mit szóltak volna vajon ezek a betyárok, mit szóltak volna az elődeink, hogyha mondjuk úgy az 1840-es években elmondjuk nekik azt, hogy egyszer majd megéljük, hogy olyan kontroll alatt élünk, hogy tulajdonképpen már nincs is magánéletünk, hiszen mindenkinek azért a viselet ide vagy oda, de azért ott látom a kezébe az ilyen eszközöket, és ugye ezek az eszközök, hogyha éppen alkalomattán be vannak kapcsolva, akkor bármilyen közösségi média, legyen az Facebook, vagy éppen a TikTok, az 24 órában hallgat benneteket, figyel benneteket, ugye azzal indokolják, hogy hát csak a reklámok miatt, hogy minél jobb reklámokat dobjanak föl nektek, ezért a mesterséges intelligencia 24 órában minden egyes szónoklatot, akár egy ilyen beszélgetés, vagy egy ilyen köszöntőt is valahol hallgathatnak. Óriásit változott tehát a világ. És ma, amikor a szabadság szeretetről beszélünk, akkor erre is kell gondolni, hogy legyenek olyan pillanatok, amikor mondjuk legalább akkor ne a közösségi média kontrollja, vagy az algoritmusa döntse el, hogy éppen kit dob fel önöknek, vagy nektek majd barátként az algoritmus, hanem legyenek ilyen összejövetelek, amikor emlékezünk azokra, akik hittek a szabadságban és szerették a szabadságot, és ezt úgy meg tudjuk élni, hogy akár miután mondjuk fölvettük ezt a mai beszélgetést, én is csináltam egy jó fényképet, azután kikapcsoljuk ezt a nyavaját itt a zsebünkbe, és tényleg elkezdünk úgy egymás között lenni, beszélgetni, mint ahogy régen, mint ahogy Rózsa Sándorék tették. És ne az algoritmus döntse el, hogy szimpatikus lesz-e nekem valaki, vagy kivel kezdek el itt beszélgetni, hanem az, hogy egymás szemébe nézünk, és 3-4 mondat után tudjuk, hogy valójában mi egyek vagyunk. Teszem hozzá, a határ mindkét oldalán ennek semmi jelentősége nincsen. Legfeljebb annyi jelentősége van itt számunkra, hogy ez a fa döbbenten nézi azt az inváziót, ezt a migráns őrületet, ami ugye itt is zajlik. Emellett a fa mellett nem egy embercsempész autó, talán most is itt áll kb. 30 méterre tőlünk szétverve. Ilyen idők jönnek, ilyen idők járnak, tehát azért az elmúlt 300 év alatt, amióta ez a fa, a rúzsafa, Rózsa Sándor fája lenéz ránk, azóta nagyon sok mindent kiárt már ez a fa, nagyon sok mindent kiárt már Magyarország, nagyon sok mindent kiárt már Európa, de ez a fa itt van rendíthetetlenül. És azt is elmondtam, talán 11 évvel ezelőtt, mikor kezdtük ezt a fesztivál sorozatot, akkor mi megnéztük, a soproni erdészek eljöttek és megvizsgálták ezt a fát, hogy tényleg hány éves ez a fa, és kiderült, mint hogy ez mindig lenni szokott, hogy azok a legendák, amit az ásotthalmiak, a magyarok tudnak, mert még a nagyszülők mondták, nekik pedig még a nagyszülők, azokról mindig kiderül, hogy igaz. Kiderült, hogy ez tényleg olyan öreg ez a fa, de nem csak ez derült ki, az is kiderült, hogy még villám is csapott bele, azt is túlélte. Ez a fa, ez minden túlél, ott mindenfelé, ott vannak a gyermekei, ott szembe, ugye ez egy nyárfa, ott azok mind az ő gyermekei, a gyökeréből nőttek ki. És ez egy gyönyörű szép szimbólum. Ez egy szimbólum, hogy azért tudta ez a fa túlélni az elmúlt 200 év, vagy akár 300 év ányattatásait, népvándorlását, vagy éppen világháborúit, mert ilyen erős gyökerei vannak. És mi is ezért vagyunk itt. Mert a hagyományaink, az, amit örököltünk, az örökségünk, ez a mi gyökérzetünk. Ha ez nincsen, mi sem maradunk meg. Ha ezt ápoljuk,
és pálinkával is minden évben meglocsoljuk, hogy erősek legyenek ezek a gyökerek, akkor nem csak ez a fa marad meg, hanem mi magyarok is megmaradunk itt a Kárpát-medencében. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok és segítetek a gyökérzetet, ezt a fát és a hagyományokat is ápolni. Köszönöm még egyszer. Országgyűlési képviselő úrnak a beszédet. Öröm hallgatni minden évben. És én azt gondolom, hogy minden évben úgy megyünk el a fától, mondja valaki, hogyha nem így van, hogy valami lelki töltetet nem kapunk. Nem csak a fa véget, hanem az véget, hogy itt vagyunk egységben, amiről beszéltünk is. Hatalmas ereje van ennek, és már mondtam, tehát nagyon nehéz megállni, mert nagyon azért folyamatosan beszélgetünk. Tehát olyan jó dolgok történtek a mai nap folyamán, hogy most lesz egy köszöntőnk, azt átadom neked a szót, és utána majd megint visszaveszünk mind a ketten a szót, mert hiszen annyit engedjetek meg, hogy hozzátartjuk az ünnephez, hogy minden olyan dolog, ami pozitív irányú, ami építő jellegű, az mindig öröm az ember számára, én úgy gondolom. Tehát ha azonban el van vetve, és az, ha úgy van ápolva, és úgy van gondozva, és jó földben van elvetve, az be fog érni. Ki fog hajtani, be fog érni. Én azt gondolom, hogy a mai nappal megint elértünk egy olyan pontra, amikor valóban elkezdett sarjadni valami. Tudnék, igen, tehát türelmesnek kell lenni. Nagyon sokáig nem szerettem ezt a szót én sem. Mindig mondják, hogy türelem. De igen, az idő dolgozik, teszi a dolgát, meg embereknek tennünk kell a dolgunkat, és akkor minden jobbra válik, és akkor átadom a szót, polgármester asszonynak. A rendezvény elején szeretnénk köszönetet mondani a lovas barátainknak, hiszen nélkülük azért nagyon nehezen jutnánk ide a Rózsa Sándor fájához, és külön öröm az, hogy ilyenkor az egész homokhátságról érkeznek, sőt még távolabbról is hozzánk a lóhátas és lovaskocsis barátaink. Közülük is külön három ember, aki a szervezésért nagyon sokat tesz minden évben, sőt a saját tanyáján várja a rendezvényt megelőző estén az érkezőket. Szeretném köszönteni itt a körünkben Csóti Jani bácsit, Brunner Jánost és Szűcs Csabát. Kérlek, gyertek ide és köszönjük szépen nektek a szépen és a szervezést. Ők is köszönik minden lovasnak, köszönjük mindannyiótoknak. Köszönjük szépen. És most hát következzen azért tényleg az a bejelentés, amit itt Dezső már többször felhozott, és azt mondom, hogy itt a pálinka áldás előtt nagyon fontos az, hogy a hagyományőrző közösség az mellettünk áll minden évben, és volt is egy kis megbeszélés ezzel kapcsolatban, hogy hogyan képzeljük el a jövőt. Igen, ez így van. Az elején mondom, még egyszerre szeretném megköszönni az Országos Betyár hagyományőrző csoport nevébe, mert ugye ismertek annyira, hogy rám testálják, ezt mindig nekem kell beszélni mindenki helyett. Szegény. Sajnálnak is közben. Tudjátok, ki szoktak sajnálni. Tehát a lényeg, nagyon jó összetartó közösség. És valóban ezek azok a példák, ami a mai nappal is történt és megbeszélés tárgya volt elsősorban. És hálát adok a Teremtőnek, hogy közös nevezőre jutottunk. És a Lássuk Halmi Önkormányzat, de mondtad, hogy így mondjam? Mondtatok? Köszönöm szépen. Tehát az Lássuk Halmi Önkormányzat és az Országos Betyár Hagyományőrző Csoport tagjai úgy döntöttünk és megbeszéltük, hogy a jövő évtől kezdve egymás mellett, egymásért összefogva szeretnénk tovább rendezni és vinni a Rózsa Sándor Fesztiválnak az értékét. Úgyhogy bízom benne és bízom bennetek, mert rajtunk nem fog múlni. És nagyon szépen köszönjük az Lássuk Halmi Önkormányzatnak a lehetőséget, illetve az együttműködést. Én azt gondolom, hogy engedjétek meg, hogy megköszönjem a többieknek a csoporton belül, akik támogatnak bennünket. És akkor én azt gondolom, hogy büszkén mondhatjuk most már konkrétan azt, hogy 2024-ben Lássuk Halmon
az Ásatalmi Önkormányzat és az Országos Betyár Hagyományozó Csoport szervezésébe fog megrendezésre kerülni a Rózsa Sándor Fesztivál 12. alkalomra. Köszönjük szépen is, amit mondtam, és beszéltünk, mert ugye egy jó páran leültünk polgármester asszonnyal, és valóban itt már, amit említettem, hogy születésnap, és ez a mai nap egy újjászületés. Tehát ha megfigyeljük, hogy azért az életben rengeteg dolog történik, ha észrevesszük, észre van, aki észrevesz, van, aki nem, de mégis az élet oda sodorja, a tetteink azt igazolják, hogy ha jó úton haladunk, én mindig azt mondom saját véleményem, ha jó az út, ami haladunk, a Teremtő támogatja. Ha nem jó, a rögőket oda fogja tenni elénk, lehet rugdosni, lehet kerülgetni, ha nem jó felé haladunk, el fogunk esni rajta. Én azt gondolom. Elég rögös az út néha, meg volt rögös út is, én azt gondolom, mert nem szabad szépíteni a dolgokat, mert én őszinte magyar embernek tartom magam. Én ki is mondom, az, ami a szívem van a számon, van, aki szeret érte, van, aki nem ez számít. De én azt gondolom, ettől vagyunk magyar ember. Ettől is. És egy szó, mint száz. Ígérjük, amit tőlünk telik. Így van? Fiúk, lányok. Röviden, mindig mondják, igen. De mi annyit tudunk mondani, és mindig hozzáteszem, ha a Teremtő megtart bennünket 2024-ben is, akkor mi Ásatalmon, a Rózsa Sándor Fesztivál szervezésében, lebonyolításában részt veszünk. És nagyon szépen köszönjük a lehetőséget még egyszer. Hogyha a kedves lányok a közelünkbe hoznák, és szeretnék megkérni Tóth Kisztakácsi bőfényűs szószólót, hogy a pálinkárás is pálinkárás is nem egy tovább hozni egyértelmű, köszönjük szépen! Tőled elvittél! Köszönöm! Köszönjük már, hát megöntjük a pár, és megiszik a pár. És akkor Pista bácsának átadom a szót. Ma reggel feljött egy szép fényes csillag, mindenkinek a kezébe egy kis pohár pálinkát adnak. Jó föld termette ezt, nem valami parlag, aki ebből többet talál inni, az bizony hazafelé egy kicsit nyűgösen ballon. Nagyon nagy tisztelettel fölkérném polgármester asszonyunkat, Rockai László elnökünket, és minden olyan jó lelkű ember, aki úgy érzi, hogy segítsük a fának az életbe maradását, és ahhoz járó nagyon nagy erőt és egészséget, hogy mindannyian legközelebb is itt, ebbe a kis közösségbe egymást karolva tudjuk köszönteni. Én azt kívánom, hogy ez a pálinka mindenkinek váljon a kedves egészségére, és sok szép emlék fűző mindnyájunkat ehhez a naphoz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Megkérdem a polgármester asszonyt, és téged is, hogy kerül docsolni a tövét neki, hogy minél tovább tudjon nekünk még hűvös árnyékot adni. Köszönjük szépen! Helyet! Nehogy bogolnőcsük, de nagyon szívesen. Köszönöm, hogy volt ilyen. A zászlóról, amit tudni kell, hogyan is került ide, és hogy mi is a története. Köszönöm szépen! Ennek egy története 2008 óta. Egy 1848 méter hosszú zászlót visznek az András utca ősök terére minden évben a hagyomány őrzők és minden jó magyar állampolgárunk. Ebből tavaly egy jó ötlet által egy 4 méteres darabot egy 2019-ből levágtunk, és abban a célban, hogy összes olyan hagyományéltető programon, ami nívus, a magyar identitásunkat, és minden olyan dolgot, amely a magyarságot kapcsolatos erősíti, az összetartozásról beszélek, ott ennek a zászlónak jelen kell lenni. Ennek alkalmából most Ásatalomra
hoztuk ezt a zászlót úgy, hogy ez egy héttel ezelőtt az 1000 éves határon logó volt. Jelen pillanatban Rákóczi várt, építik újra, úgyhogy jövőre egy székely zászlóval vissza fogjuk vinni, és a 1000 éves határon fel fogjuk húzni ugye ezt a zászlót egy székely zászlóval együtt. Holnap pedig hajójárásra először fogja átlépni a határ délvidékre, mert mint tudjuk, Trianon nem volt bent a mennyekországába, Szűzanya se tud erről, úgyhogy ez a zászló a történelmi Magyarország minden részére el fog jutni a következő időben. Úgyhogy ennek emlékére, ahogy a 1000 éves pecsétet most eljesztik a zászlóra, holnap remélik hajójárás és a polgármester el fog érni, és ezután Szlovákia, Kárpátalja is még Örvidékre el fog juttatni. A zászlónak ez a története, és a vége majd egy múzeumban fog kikötni az összes gyűjteménnyel együtt. Köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy itt lehettünk, és megtiszteljük, és további jó programot kívánunk mindjárt jóknak. Köszönjük a figyelmet! Csergetni fogunk, illetve lövés fog következni. Lovasok, a kérdésem! Lovasok, halljátok? Valaki van közelben, lovasok? Jó, szeretném kérni, hogy tolmácsolása, hogy a lovak bírják-e a lövést. A kérésem az, hogy figyeljetek rájuk, legyetek szívesek. Csergetni fogunk, illetve lőni. Jó, ezen a részen fogunk elhelyezkedni. Azt kérném szépen mindenkitől, hogy amennyire lehet jöjjünk ki erre az oldalra. Köszönöm szépen, onnan is, már ott is ostorozunk, meg lövünk. Tehát ide a betonos részre addig, utána vissza lehet hajönni. Köszönöm szépen. Jó, tehát egy emlékcsergetés, emléklövés, és utána még mindig nincs vége, folytatni fogjuk utána is a műsor még tovább. Köszönöm szépen! Együtt csergetés! Mostan! Fel! Fegyveresek, sorba! Fegyveresek! Közös lövés! Tekeres Sanyi kezdi! Balra adunk! Jó! Sortű! Aha! Kitörtök! Jó? Bírják még a lovak? És akkor csinálj! Köszönjük szépen! Igen, tehát ez azért nem megy parancsra mindig, tehát látjuk, de megoldjuk. És akkor most szeretnénk egy összizet, jó? Töltünk! Figyelem, lövés következik! Figyelem, fegyveresek! Ösztűz! Tűz! Thank you.
ismeri, az énekelje velük és velünk együtt a nótát. Azt szeretném mondani, az első része az üresen megy, és amikor az Évike elkezd dobolni, akkor... Én vagyok a Évike. Ő az Évike, akkor kezdődik a maga ének. Szeretettel és tisztelettel köszöntsem és köszöntsük Osztály Sándor művész úr lányát, Osztály Alexandra művésznő. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtam a meghívást, hogy eljött hozzánk, és akkor szeretném átadni polgármesterasszonynak a szót, szeretném felkérni. Köszönöm szépen, én is nagy tisztelettel köszöntöm a művésznőt. Örülök, hogy sikerült ideérni Ásotthalomra nem kis viszontagságok után itt a mai délutánon. De itt vagyunk, sokan vártuk, hiszen ahogy itt elhangzott, Osztály Sándor a rendezvény fővédnökeként mindig barátként volt közöttünk ezen az emlékezetes rendezvényen.
és most köszönhetően Szilágyi Lajos fafaragónak és Mahajcsik Péter hagyományőrzőnek, akik kezdeményezték, hogy az ő emlékezetére kerüljön ma itt elhelyezésre egy gyönyörű szép faragvány az ő arcképével. Tudunk ma rá emlékezni, hiszen a második esztendő, hogy nincs velünk ezen a rendezvényen, és szeretném, hogyha a művésznőt megkérhetném, hogy egy néhány gondolatban emlékezzünk rá, mielőtt még a szobrot leleplezzük. Először is köszönöm szépen, hogy köszönöm mindenkinek, hogy itt lehetek, és képviselhetem édesapámat, aki nagyon-nagyon hiányzik. És ezek a pillanatok nekem még mindig nagyon nehezek, mert nagyon közel van hozzám, és mindig várom, hogy bejöjjön az ajtón. Szeretném mindazt, amit te és képvisel továbbvinni, és éppen ezért a párommal, illetve az unokájával, a fiammal, a birtokon, amit fölépített, szeretnénk egy olyan központot létesíteni, ahol a hagyományőrzők is majd találkozhatnak. Szeretnénk egy emlékhelyet, ahol az ő relikviái lesznek. Nem csak a Rózsa Sándor filmbeli relikviákról van szó, hanem egyéb filmbeli relikviákról. Egy olyan lovas megállót, ahol a lovasok is meg tudnak szállni. És mindaz, ami hozzá köthető, azt a szellemet képviselje az egész hely, és vigye tovább az utókornak. Úgyhogy ez a célunk, és remélem, hogy ezentúl ugyanúgy, mint eddig, én is mindig itt leszek, és folytatjuk, amit ő is elkezdett. És köszönöm mindannyiuknak, hogy eljöttek. Mindenem, őrizni fogjuk ezt a barátságot és ezt a hagyományt, és most pedig szeretném megkérni művésznőt, illetve Pétert és képviselő urat, a polgármester urat, mindannyian, akik tettek azért, hogy ma ez a emlék ide kerülhet a Rózsa Sándor fája tövében, hogy közösen leplezzétek le. Majd pedig szeretném megkérni Lukács Sándor hagyományőrzőt, hogy az alatta elhelyezett egy fontos ágyúval, egy tisztelet-lövéssel zárjuk a mai megemlékezést. Kérem, fogadja szeretettel, és abban az emlékközpontban, vagy ahova ön méltó helyre találja, kérem, vigye el és tegye fel. Ez egy trianoni, több mint 100 éves egykázi zászló, amely sok katékus embert kísért utolsó földi útjára, de az utolsó útja drága művészünk volt. Sajnos a keresztet ellopták, stílszerűen, de a többi még megvan. Kérem, fogadja szeretetes hálánkérjük. Isten áldására. Kérlek, emlékezik, hogy nem is elvégezik.
kérek egy 10 méteres távolságot egy kicsikét a ágyú felett, mert ez rendes lőfegyver. Ez 1848-as, egy fontos ágyú, amit tudni kell róla, a szabadsághoz kitörésekor Rózsa Sándor korszakában a magyar tüzérség nem létezett. Amit tudtak a honvédeink Pákozd előtt, egyedül a dunai, tiszai deregén lévő ágyú, ezek voltak az egyfontosak, azokat szedték le, látettek két kereket, és az előtörtős fegyverek korszakában ez már nem egy, hanem 10 katonát tudott a csatarendbe leszedni. Ami a zászlóhoz kapcsolódik, amiért itt van a zászló. Sajnos nem tanítják, és elég baj, hogy a magyar zászló 1848 áprilisában a 23. törvénybe hozták kötelező Kossuth Lajos és a parlament, hogy a piros, fehér, zöld legyen a magyar zászló. Sajnáljuk, hogy nem tanulják, sok gyermekünk nem tudja. Kérjük ezt unokáiknak átadni, és Rózsa Sándorhoz így kapcsolódik, hogy Rózsa Sándor is ezen zászló alatt harcolt itt délvidéken. És akkor szóljon az ágyú művész úr tiszteletére. Áldás békesség! Úgy gondolom, hogy elértünk a megemlékezés végére. Szeretnénk megkérni mindenkit arra, hogy akkor nagyon kijöttünk, menjünk vissza a rendezvény területre, Bűbáj birtokra, és ott folytatjuk a programokat. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a itteni részvételt is, és várunk bent is mindenkit szeretettel. Bent találkozunk mindenkire. Hölgyeim, az ágyú tüzelésre kész, magukat fogom lelőni. Istenért és a magyar hazáért! Ágyú tüzelésre kész! Sírban, mert az van abba beleírva,
szerelem is szanség. De esik eső, szép csöndesen csöpő. Rózsa Sándor a kocsmában feszel, de kocsmáros nép bort tegyön az asztalra, legszebb lányát állí a kis trázsára. De kocsmáros nép bort hozzon az asztalra, legszebb lányát állí a kis trázsára. De édesanyám strázs a kislány nem lőtt, mert a módögyünnek a fegyverős ítéz. Rúzsa Sándor sérült teljes tréfára, ő kapott a sárga szörű lovára. De Rúzsa Sándor sérült teljes tréfára, ő kapott a sárga szörű lovára. De lova, lova, lova viszi messzire, igen, jöst a kerek erdő mélyébe. Mert a lova lábam megbotlott egy gödörbe, ott fogták meg Rózsa Sándort a rökre. De lova lábam megbotlott egy gödörbe, ott fogták meg Rózsa Sándort a rökre.